Ismét jelentkezik a Barcsi Események krónikája, köszöntöm Önöket a képernyők előtt. Várjuk leveleiket a már megszokott barcs@somogytv.hu elektronikus címre, de hívhatnak is minket a már megszokott 70 967 86-os 07-es számon. Elsőként nézzük a mai témákat. Barcsig ér majd az autópálya, az itteni útfejlesztésről is tárgyalt a kormány. Nincs narcisz, amióta nem kaszálhatják a basakertet, idén is megünnepelték a tavaszi nyitányt Babócsán. Szezont kezd a strandfürdő, új belépőkkel csábítják a családokat, sok ingyenes program lesz az idén. Már az ég felé néz a májusfa, a helyi szervezetek uralták idén a majálist. Negyedével kevesebb repce is lehet, a belvíz miatt nem tudták írtani a kártevőket. Támogatja a rezsicsökkentést a megye, a szocialista politikusok inkább részt sem vettek a tanácskozáson. Rohan van a diák munkákért, sok tanulót keresnek, de válogatnak a balatoni munkákra is. A legnagyobb problémára lehet megoldás az útfejlesztés, mondta a Barcsig tartó gyorsforgalmi útterve kapcsán a város polgármestere. A kormány lapértesülések szerint már napirendre tűzte a fejlesztést, a tervek szerint a Barcsi határátkelő helyig meg sem állna a korszerűsítés. A baranyai határt már 2018-ban elérheti az autópálya, a Barcsig tartó hosszabbításról nemrégiben a kormányfő beszélt. A fejlődés egyik nagy gátja az, hogy nem lehet eljutni Barcsra normális úton. Ezért nem jön ide befektető, hiszen az áruját a gyárból el sem tudja szállítani. Mindenki csak azt kérdezi, hogy milyen itt a közlekedés. Erre pedig most azt tudjuk mondani, hogy nem éppen rózsás, mondta a polgármester. A turisták is bajosan érik el a Barcsi térséget, hiszen az úthálózat rossz, a vasúti közlekedés pedig körülményes. A kémesi kihelyezett kormányülést követően Orbán Viktor a stráda meghosszabbításának lehetőségéről is beszél. Egy kijelentés elhangzott a miniszterelnök úr részéről, amit nagyon jó néven vettünk és örültünk neki, mert a legnagyobb problémánkra lenne megoldás, vagyis a hatosnak a határátkelőig való kiépítése, szélesítése, akár gyorsforgalmi út, akár autópálya, már olyan nagyon nagy igényeik nincsenek nekünk a gyorsforgalmi út, a kétszer-két sáv is elég lenne, mert meggyőződésem, és nem csak nekem, hanem a város vezetésének is, hogy a fejlődés egyik nagy gátja az, hogy nem lehet eljutni Barcsra normális úton. Csak legyen meg a fejlesztés, mert Barcs régóta erre vár, mondta a polgármester. Az, hogy az értékeinket el tudjuk adni, ahhoz ide kell jutni az embereknek, ez a turizmus és a turizmussal kapcsolatos egyéb tevékenységek, de hát ez is ezen az úton azért meggondolja mindenki, hogy eljöjjön-e idáig, vagy keressen egy másik célpontot jobb elérhetőségi lehetőségekkel. A másik, bárkivel leül az ember tárgyalni, az első kérdés, hogy milyen messze van az autópálya. Ha ez nem is autópálya, az de egy gyorsforgalmi út, azért mindjárt másképp állnak hozzá, és azt mondják, hogy egy órával rövidebb bárhonnan a megközelítés egy bizonyos elérhető távolságon belül, ami még normális és még a piaci viszonyok között kezelhető. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, mert minden ettől függ. Ha elérhetőek vagyunk, ha ide lehet jönni kedvező körülmények között, akkor valószínű, hogy munkahelyeket is hoznak ide, befektetők jöhetnek, turizmus fel fog egy kicsit nőni, tehát meg fog változni a szám. Én úgy gondolom, hogy mindennek az alapja a közlekedés, mindennek az alapja az elérhetőség, mondhatnám azt, hogy a vasút és az út. Repülőtérre nem számítunk egyelőre. A kormányülést követően elhangzott 2018-ban befejeződik a baranyai országhatárig az útépítés. A Barcsig tartó meghosszabbítás végének időpontját egyelőre nem tudni. Már csak árnyéka önmagának az egykoron világhírű, csodálatos babócsai narcisz kert. Egyre kevesebb virág nyílik. A helyiek szerint ennek az az oka, hogy megtiltották a növény szedését, és nem kaszálják a területet. Pedig ez lenne a kulcsa a csodás virág szaporodásának a környéken lakók szerint. Mindennek ellenére idén is fergeteges mulatsággal ünnepelték meg a narciszok virágzását a basakertben.
A legkitartóbbak futva indultak Barcsról a Babócsai Nárcisz napra. A sportolóknak 13 kilométert kellett megtenniük. Elég régóta futok, meg így szeretem is ezeket. Ez a 13 kilométer, ez így nagyjából nekem elég jó táv. Mennyi idő alatt szeretnéd lefutni? Egy óra körül. A Bacsi Szívegyesület lelkes tagjai futás helyett inkább biciklire pattantak, mint mondták, a lényeg, hogy mozogjanak és tegyenek egészségükért. Az nagyon sokat jelent az egészségnek, mert jó a mozgásnak, muszáj. Cukorbeteg lettem, és ebből kifolyólag úgy döntöttem, hogy nekiállok mozogni. Mert eddig is biciklivel jártam dolgozni, de muszáj. És jó. Sokkal jobban érzi az ember utána magát. Ez nem verseny nekünk, úgyhogy kényelmesen biciklizünk, kellemesen. Úgyhogy mindenki úton tudjon érni bennünket. Meg egymást meg szoktunk várni egy-egy csoportba. Jék a győzelem! Hajrá! Persze olyan is akadt, akit a versenyszellem hajtott. Komlósdon újabb futók csatlakoztak a csapathoz, a legkisebbek pedig az utolsó 800 méteren bizonyíthattak. A Barcsról induló enyingi versenyző végül rajtcél győzelmet aratott, alig több mint 50 perc alatt ért a Vasakerthez. Elparadtam az utóbbi időben, nem nagyon voltam futni, így hogy decemberben voltam egy nem verseny volt végül is a Velencei tó körül. Azt mondom, hogy csak így hébe-hóba futkároztam az utóbbi időben, ilyen pár kilométereket, 10-12-t. Ez most kicsit sok volt. A legtöbben a nárciszokkal teli Vasakert miatt érkeztek Babócsára, a látvány azonban elmaradt, a fehér virágokat már csak foltokban lehet felfedezni. Ennek egy az az oka, hogy leégették egyszer, a másik az, hogy nincs úgy kaszálva. Mert ezt hévente kétszer-háromszor le kellene kaszálni. A narcis elvirágzása után. És akkor jönnének a hagymák arra, hogy ugye sárkenti őket a továbbtermesztésre. Így sajnos hát ára jutunk, és lassan ki fog veszni. A helyiek azt sem értik, miért tilos szedni a nárciszt, hiszen ezzel csak jót tesznek a növénynek. Mint mondják, régebben bármennyit szedhettek, nem fogyott el a nárcisz. Tépte valaki a szárat, az erőködött arra, hogy továbbfáj lesz-e. Tehát ahogy, hát ha valaki virágokkal dolgozik, az ugye az észreveszi azt, hogy hagymáról, ami hagymáról, hanem az egyre jobban hajt. És ez, itt sajnos ezt nem, mert akkor megbüntették, meg mit tudom mi, hát ez nem lett volna szabad. Pár éve még így festett a 13 hektáros csillagos nárcisszal borított Vasakert, messziről úgy tűnt, mintha hó lepte volna el a területet. Egész Európában nincs ekkora kiterjedésű összefüggő nárciszmező, ezért nyilvánították védetté. A területet a török hódoltság idején a helyi basa ültette be nárcisszal háremhölgyei gyönyörködtetésére. A helyiek szerint, ha még pár év múlva is csodálni akarják a nárciszokat, akkor sürgősen tenni kellene valamit a kertért. A Babócsai fontos a nárcisz, ezért hiába a kevés virág, az idén is megünnepelték a nárcisz napot. Az egészség játszotta a főszerepet a majálison, vérnyomásméréssel, vércukorszint és testzsír százalék mérésekkel várták az érdeklődőket a civil szervezetek a városban. Természetesen a május fállítás sem maradhatott ki az ünnepi programokból, bár a helyiek szerint egyre inkább kiveszőben van ennek a hagyománya. Egy hónapon át díszíti ez a több mint 4 méteres májusfa Barcs egyik forgalmas parkját, ezzel is próbálják őrizni a hagyományt, bár a helyiek azt mondják, kihalóban van a májusfa tradíciója és jelentősége. Vagyis, hogy a fiúk így adták a kiszemelt lány tudtára, hogy ők bizony udvarolnának. Megszűnt a régi májusfa állításának az, hogy május 1-e, április 30-a éjjel, este felállították, nem lehetett a lányoknak kigyűnni, csak a lányos anyák lesték meg. Rája egy hónap múlva táncot, a hordó söröket, meg mit tudom, aki milyen szeretett, kitáncolták, körbetáncolt, elburították, földarabolták. Ez volt a lány. Lánynak beköltött minden darabot, de a fiú nem segíthetett neki, mert ő állította a lánynak, meg beköltött hordani darabot. Mama, nem divat a fiataloknál jársz, valahogy elmaradt, ugye? Elmaradt valahogy. Még falu helyen lehet látni több helyen májusfát, de itt Barcson itt már nem.
Azt mondják, hogy van. 2-3. Régen így volt, ma már azt sem nagyon tudják a fiatalok, hogy mi is a lényege a májusfa állításának. A majálisok is megváltoztak az évek során, elevenítették fel a régi emlékeket a május 1-jét ünneplők. Szépek volt, fölvonulás, a gyároktól dolgozók, minden gyárból, nagyon szépek voltak. És mindenki valamit kapott. Sört, vagy üdítőt, ki mit kért. A Barcsi majálison azonban nem sört osztottak, inkább az egészségre fektették a hangsúlyt. Az egészségügyi szűréseken bárki részt vehetett, akit érdekelt, milyen állapotban van a szervezete. Az igazság, hogy még ilyenen nem voltam, és ezt meglepődtem. Konkrétan? Hát tudtam, hogy kövér vagyok, az az igazság. Meg ha magas a cukrom is. Tehát én orvoshoz nem nagyon megyek, semmiféle gyógyszert nem szedek. A szakemberek azt mondják, kiváló lehetőség a majális arra, hogy felhívják a figyelmet az egészségünk fontosságára, ugyanis komoly lemaradást kell ledolgozni, ami a tudatos életmódot illeti. Az ingyenes szűrések jó alkalmak egy-egy gyors vizsgálatra, pedig a betegségek előjelei is kitűnnek egy gyors teszten. Nagyon sok a probléma, de lusták elmenni, hogy megméressék. Én hiába mondom nekik, mert minden hónapban én tartok összejövetelt, vércukrot mérünk, vérnyomást mérünk. Megbeszéljük a problémáikat nekik. Sokat elküldtünk már kórházba is, úgyhogy jól működünk, de sajnos nem akarnak. Fiatalok meg szégyellik. Hát mondom, ezt nem kell szégyelni, ez egy állapot. És minél korábban kerül orvoshoz, annál jobban használ neki a gyógyszer, meg minden, mert most már egyre több modernabb gyógyszerek jönnek ki, úgyhogy olyan injekciók is, amit nem 4-szer vagy 6-szor inzulint, hanem csak 2-szer. Ezen felül a testzsír százalékot is megmérték a Szívegyesület aktivistái, sőt, életmódbeli tanácsokat is adtak az érdeklődőknek. A Barcsi Szívegyesület Barcson nagyon sokszor végez mérést. Mérünk a strandon, mérünk ilyen ünnepélyeken, mérjük az egyesületnek, a tagjainak a vérnyomását, sőt, koleszterin szintjét is. Most jelenleg mérünk vérnyomást, mérünk testzsír százalékra és kilóra, és a Károly, Kaviszki Károly mentő orvos, ő méri a vércukrot. Nem csak a felnőtteket várták, gondoltak a legkisebbekre is. Amíg szüleik, nagyszüleik a szűréseken vettek részt, a gyerekeknek kézműves foglalkozást és játszóházat szerveztek a civil szervezetek. Kulturális tevékenység a fő profilunk, főként zenélünk, van egy zenekarunk, és a zenekarral templomi szolgálatot is teljesítünk, de emellett minden városi rendezvény, vagy rengeteg városi rendezvényen föllépünk, és igyekszünk a város életébe is bekapcsolódni. Azon kívül gyerekeknek rendezünk nyári tábort, zenei találkozót rendezünk, és próbáljuk az ilyen ifjúsági közösségeket összekovácsolni, kapcsolatot tartani az elszármazott, innen elszármazott, városunkból elszármazott fiatalokkal, és hát mindezeket tesszük olyan 30-40 fős tagsággal. Megkezdte a kültéri medencék megnyitását a strandfürdő. Az úszók már szabadtéren edzhetnek. A termálmedencére egyelőre nincs akkora igény, hogy érdemes volna azt megnyitni. A nyár beköszöntére valamennyi medence üzemelni fog. Különleges helyzetben van a Barcsi strand, hiszen a szabadtéri medencék egy része télen is fogadja a látogatókat. Az eddig téliesített medencék közül néhányat már beüzemeltek. Május 1-én szoktunk nyitani, de most a vendégek fürdőrejárási szokása, illetve az időjárás miatt egy kicsit a nyitást eltoltuk. A komoly igény mutatkozik a kültéri sportuszoda iránt, ezt megnyitottuk április 27-én, tehát május 1 előtti hétvégén. A másik két medencét a pünkösdi hétvégére terveztük megnyitani, amelyik ugye 18-ával kezdődik. A leglátogatottabb medencék egyike is ekkor nyitna ki. Ekkor nyitna a kültéri termálfürdő, ami termálmedence, ami mögöttünk van, és a gyerekmedence. De mivel az időjárás
elég kedvező volt itt a május elsői napon, így, illetve vendégek nagy érdeklődésére volt tekintettel, megnyitottuk a gyermekmedencét is. Az idei évtől a belépőjegyek ára is sokban változik, érdemes érdeklődni a pénztárnál. A családbarát fürdővé váló Barcsi Strand az idei évben a kisgyerekeseknek is több kedvezményt kínál. Komoly igény mutatkozott arra, hogy a külső medencéket egy másfajta jegytípussal tudják igénybe venni a vendégeink, ami lehetőleg kedvezményesebb is legyen. Nyilván nem használják a beltéri wellness szolgáltatásokat, így az önkormányzat, aki a jegy árakat meghatározza, úgy döntött, hogy egy 1200 forintos jegyet fog bevezetni, amely csak a külső medencékre szól és egész napra. A Barcsi Strand kategóriájában a legolcsóbbak közé tartozik, az árakat a környék adottságai is nagyban befolyásolják. A vendégek nagy része külföldről érkezik, a teljes forgalom közel 30%-át adják évről évre a visszatérő horvát vendégek. Örömteli, hogy egyre sűrűbben hallani errefelé német szót. Ott jártunkhol is érkezett fürdőzésre egy német család. A fürdő új ingyenes programokat is biztosít. Az idei év márciusától a nyugdíjasok ingyenes vízitornán vehetnek részt kedden és csütörtökön 10 órától, hétvégi napokon pedig a gyerekeké a medence. 10:30-tól ingyenes úszásoktatásra várják őket. Délután 2 órától hétvégente víziparádét tartanak. Bekeményít a hatóság, már ami az egészségtelen menzákat érinti. A közétkeztetésről szóló kormányrendelet tervezete ugyanis nem tűri meg a sült krumplit, a tejfölös kenyeret, de még az uzsonnára kedvelt szalonnát sem. A szakemberek szerint már nagyon kellett egy ilyen szigorítás, amely remélhetően hosszú távon változtatja majd meg a gyerekek étkezési szokásait. A változatosságot az étkezésben, ezt szeretné elérni az a kormányrendelet tervezet, amely a napokban került fel az Emberi Erőforrások Minisztériumának honlapjára. A jogszabály szerint 14 éves kor alatt erős vagy erősen fűszerezett ételeket nem kaphatnak a gyerekek. Tejfölt vagy tejszín csak az étel elkészítéséhez használhatnak a menzák, de a kenyérre kenve már nem lenne adható. Italként maximum tejet, teát vagy vizet kaphatnak a kicsik, és mindez persze cukor nélkül. De azt is előírják, hogy bőzsíradékban sült ételt bölcsödések nem kaphatnak, és a nagyobbaknak is csak maximum egy alkalommal szerepelhet az étrendben. Egyes vélemények szerint a reform menzán várhatóan kevesebb lesz a külsős vendég, az úgynevezett éthordósok. A kormányzat ennek ellenére elszánt a gyerekek étkezésének megreformálásában. Kell őket rá kell vezetni, akár formailag, tehát érdekes formával, érdekes ízekkel, és van már pozitív tapasztalat, van olyan példa már országosan is, hogy egy fél év után már ragaszkodnak, vagy kivetelik a reform alapanyagokból készült ételeket. Úgyhogy vannak biztató példák, türelem kell, és ez nem lehet drasztikusan egyik percről a másikra kicserélni természetesen, hanem fokozatosan. Például, amit mindig szoktuk mondani, a Magyar Hipertónia Társaságtól az iskolaorvosokon át a dietetikusig, és minden szakember, hogy az sótartalmat igenis csökkenteni kell, a felnőtt lakosságnál és a gyermekeknél is, például a 4-6 éves korosztálynál 2 g só bevitel ajánlott naponta, max. 3, és bizony ezt nagyon nehéz betartani egy olyan gyermeknek, akinek már otthon előre készített kéztermékeket adnak, mert magában tartalmazzák a levesporok, a chipset, magukban tartalmaznák a sót, de ha mondjuk kész, otthon alapanyag, nem kéztermékből, hanem alapanyagból akár a piacon, vagy őstermelőtől vásárolt alapanyagból készítjük, akkor kiválthatjuk a sót, a túlzott sózást fűszerezéssel, és nem lesz íztelen, mégis a sótartalom kevesebb lesz. Most ez miért fontos? Azért, hogy akár gyermekkorban, akár 20-30 év múlva ne legyen olyan magas a magas vérnyomásos megbetegedések aránya.
Egyébként már ilyen táplálkozási felmérések már 80-as években korábban is voltak, például Bíró professzor úr országos felmérést, lakossági körében végzett felmérései is azt mutatták, tehát már 30 évvel ezelőtt is ugyanez volt a probléma, hogy túl sok zsír, túl sok energia, bizonyos esetben túl sok sóbevitel volt, és nagyon kevés volt a zöldség, gyümölcs és rostfogyasztás. Most ez 2009-es felmérés alapján az óvodákban, iskákban még nem változott, tehát hasonló volt, most lesz majd egy újabb felmérés. Pozitív példák Somogyban is vannak. A Mintamenza programhoz például több intézmény önként jelentkezett, tette hozzá Jankovics Judit. Pozitív tapasztalatokról a szülők is beszámoltak. Az iskolájában, ahogy én elnézem, egészséges ételeket próbálnak nekik adni, meg sok gyümölcsöt, tehát végül is az iskolába, ebbe az iskolába jó a közétkeztetés, én úgy gondolom. De azért sok helyen hallom, ahol mit tudom én, zsíros kenyeret adnak. Ami már a sótartalom miatt sem éppen egészséges, de a zsír már önmagában egészségtelen, teszi hozzá a gyermekorvos. Dr. Balogh Éva szerint sok éves űrt tölt majd be a szigorított menzai étrend, s a haszna csak az óvoda és az iskola után a nagybetűs életben fejti ki igazán hatását. Főleg abba akkor is, hogyha ezek nem csak a közétkeztetésbe valósulnak meg, hanem esetleg a szülők vagy akár a gyerekek erről példát véve az otthoni étkezésben is megjelennek hasonló tendenciák. A véleménnyel nem mindenki ért egyet. Én nem hiszem, hogy az iskolába ennék a legtöbbet. Úgyhogy, hogyha az ember otthon nem étkezik egészségesen, akkor teljesen fölösleges az iskolai étkeztetést jobban szigorítani. Eddig is szigorították, tudomásom szerint, így a só az most is minimalizálva van, és elég rossz mondjuk az étel. Szóval nem azon múlik szerintem, hogy mennyi sót tesznek be, hanem miből készítik. Ezeket is száműzni a szaktárca a gyerekek étrendjéből. Sót tartalmazó levesporokat, leveskockákat egyáltalán nem használhatnának a menzák. Kérdés, hogy a reformétkezés mennyivel kerül majd többe az iskolai konyháknak, és a többletköltséget kifinanszírozza. A Somogy megyei közgyűlés is támogatja a kormány rezsicsökkentési terveit. Erről döntöttek a képviselők a legutóbbi ülésen. Gelencsér Attila közgyűlési elnök sajnálatosnak nevezte, hogy a szocialista politikusok távol maradtak a tanácskozástól. A közgyűlési elnök szerint ez is azt mutatja, hogy zavar van a baloldalon. Az ülésen egyébként a kaposvári törvényszék, a Somogy megyei főügyészség és a megyei roma nemzetiségi önkormányzat is beszámolt a működéséről. A tavalyi év a változások éve volt a bíróságok életében. Új feladatok és generációváltás is történt ezen a területen, hangsúlyozta Hajnal Éva, a kaposvári törvényszék elnöke. Az ügyészség munkájáról Horváth Szilárd elmondta, Somogy megyében tavaly több mint 19 ezer bűncselekmény történt. Ez a szám alig tér el a korábbiaktól. Figyelemre méltó azonban, hogy a személy elleni erőszakok száma 100-zal növekedett. A legtöbb, a 10 000 még mindig a vagyon elleni bűncselekmények. Ezen belül különösen megugrott a betöréses lopások száma. Az emberülések száma 6-ról 8-ra nőtt az előző évben, számolt be az ügyészség tevékenységéről a megyei főügyész. A szakember hangsúlyozta, a megyében szigorú és gyors munkát végez az igazságszolgáltatás. A Somogy megyében a határozott tartalmú szabadságvesztések, tehát ide beleértendő a fölfüggesztett és a végrehajtandó szabadságvesztések aránya is, közel 50% az országos átlag 37,95, tehát van egy 13%-os rés. A végrehajtandó szabadságvesztések aránya is 3%-kal magasabb az országos átlagnál. Horváth Szilárd hozzátette, Somogyban az ügyek 57%-ában egy év alatt jogerős bírósági ítélet született, amely 20%-kal jobb, mint az országos átlag. A tájékoztatók után a napi rendek következtek. A rezsicsökkentéssel kapcsolatos előterjesztésen sokáig vitáztak a képviselők. A somogyi emberek oly mértékben álltak a rezsicsökkentés politikájuk mellé, hogy a mai napra elértük az 50 ezer aláírást. 50 ezer somogyi ember írta eddig alá, és van még 2 hét. Én nagyon bízom benne, hogy további 10 000 csatlakoznak ehhez a dologhoz. A jelenlévő képviselők elismerően szóltak a rezsicsökkentésről. A képviselők végül egyhangulag támogatták a kormány rezsicsökkentését.
A vitában szocialista vélemény nem hangzott el, a párt képviselői ugyanis nem vettek részt az ülésen. Amikor az emberek sorsáról, húsba vágó ügyekről van szó, akkor pedig lelépnek. Ezt tették ma is, nem vettek részt a tárgyaláson sem, nem volt számukra fontos az emberek legfontosabb problémája, legnehezebben kifizetendő sárga csekkek világa, és nemhogy nem szavazták meg, még a vitában sem vettek részt. A közgyűlési elnök szerint ez is mutatja, hogy zavar van a baloldalon. Érzik, hogy a kis emberek, akik egyébként a baloldalt Magyarországon nagyon sokszor támogatták szavazatukkal, azok várják a rezsicsökkentést és támogatják, ugyanakkor a saját támogatóikkal kéne le szembe menni akkor, amikor a bankadóról, a multikadójáról, vagy a külföldi szolgáltatók ilyen értelemben a magyar emberek oldalára állva a külföldi szolgáltatókkal szemben politizál a mostani magyar kormány. Gelencsér Attila kiemelte, a rezsicsökkentés bonyolult és nehéz munka. A cél, hogy a folyamat végén ne számítson, hogy az ország melyik felénél valaki ugyanúgy érezze a rezsicsökkentés pozitív hatását. A közgyűlési elnök hangsúlyozta, a kormánynak csak akkor lesz ereje véghez vinni ezt a hatalmas feladatot, ha a magyar emberek mögöttük állnak, és aláírásaikkal támogatják a kezdeményezést. 20 esztendővel ezelőtt vált elérhetővé bárki számára a világháló. Ez azonban nem összekeverendő a sokat emlegetett internettel, hiszen az internet jóval nagyobb valami, mint a web, amellyel hétköznapi eszközeink révén folyamatos kapcsolatban lehetünk akár egymással. Napjainkban már szinte elképzelhetetlen az élet a WWW, azaz a World Wide Web nélkül. Két évtizedes fejlődése során nagyban megváltoztatta a hétköznapi ember életét a világháló. Mára ott tartunk, hogy akár az illemhelyen is internetezhetünk, vagy cseveghetünk a világ másik végén élő ismerősünkkel. De a technológiai fejlődés nem áll meg. 2013-ban a viselhető eszközök hódíthatnak. A viselhető technológia olyat takar, hogy karóránkba beköltözik az internet, tehát az internetes címe lesz úgy szintén a karóránknak, bizonyos ruhadarabjainknak, de jobban elterjed a szórakoztatóiparban is az internet kifejezés. Ugye a tévékben már most is beköltözött, mint okos televízió, de ez még tovább fog fejlődni. És az okos szemüveg, amelyet már teszteltek amerikai felhasználók, ez hangparancsokkal működtethető, fotót, videót készít, információkat oszt meg, ahogyan a felhasználó kéri. Okay, glass, take a picture. Ám a high-tech eszközök segítségével is csak egy szeletét láthatjuk a világhálónak. Mi csak egy felületet látunk, az a World Wide Web, az csak ez egy szelete, egy apró szelete, ami felénk tárul. A napjainkban már majdnem minden eszközünk a világhálóra van kötve. A telefonunk, bárkinek a házatáján körül lehet nézni, majd hogy nem találunk otthon, hogyha nagyon nekiállunk keresni, 6-7 olyan eszközt, ami saját internetes címmel rendelkezik. A hálózati kommunikáció ősét, vagyis az ARPANET-et annak idején katonai célokra hívták életre. Igazából már a 60-as évektől kezdődően elkezdett fejlődni, épülni. Ennek az alapját igazából az amerikai katonai kutatók dolgozták ki, annak a célnak az elérése érdekében, hogy összekössék a támaszpontjaikat, kutatóbázisaikat egymással, és ezt valós időben tudjanak egymással kommunikálni. Az internetnek több születésnapja is van. Április 30-a az a dátum, amikor 1993-ban bárki számára elérhetővé vált a már az egész világot behálózó internet. Gyermekét egyedül nevelő férfi és roma származású munkavállaló egyaránt fordult az egyenlő bánásmód hatósághoz. A Somogyi irodába főként munkahelyi és nemzetiségi diszkrimináció miatt érkezett panasz. A helyi ügyfélszolgálatokon jogi segítséget és tanácsot nyújtanak az ügyfeleknek. Főnöke megszüntette munkaviszonyát, miután kiderült, hogy gyermeket vár. Egy jól ismert diszkrimináció. Az egyenlő bánásmód hatóság az elmúlt időszakban reklámkampánnyal próbálta ismertebbé tenni a szervezetet, így üzenve az embereknek, ne tűrjék a megkülönböztetést. A Somogyi ügyfélszolgálatot is több mint 100-an keresték fel az elmúlt másfél évben. Azok leginkább a foglalkoztatási jogviszonyokhoz kapcsolódnak, illetve a nemzetiségi hovatartozás, és akkor itt leginkább a roma származáshoz köthető
panaszok jelennek meg. Persze nem lesz mindegyik ügyből panasz, hiszen a hatóság nem járhat el minden hátrányos megkülönböztetés esetében, magyarázza a megyei referens. Somogyból 24 panaszt továbbítottak az Egyenlő Bánásmód Hatóság központi irodájába. Egy új munkaidőbevezetés kapcsán tudva levő volt, hogy az édesapa egyedül neveli a gyermekét, tehát várhatóan ő neki ez nem fog megfelelni, illetve többször volt a gyerekekkel táppénzen, tehát amikor leépítésre, elbocsátásra került a sor, akkor ugye ő vált ilyen szempontból célszemélyé, mint mivel, hogy hát sokat van esetleg a gyerekek, feltételezhetően a gyerekek miatt táppénzen, illetve hogy a munkarendjében a gyerekneveléshez kapcsolódóan ez nehezen lesz összeegyeztethető, tehát ilyen típusú volt. Aztán volt olyan panasz, amiből tehát konkrétan nem is, konkrét panasz nem lett, mert aztán a hölgy később úgy döntött, hogy munkaügyi bírósághoz fordul, ahol pedig tehát egy állásbetöltése kapcsán a munkáltató úgy gondolta, hogy ezt az állást inkább egy férfi munkavállalóval szeretné betöltetni, és ezért még a próbaidő alatt gyorsan megszüntette a munka viszonyát a hölgynek. A roma származáshoz kapcsolódó panaszokkal kapcsolatban az a tipikus, ami nem is inkább a foglalkoztatási jogviszony időtartama alatt valósul meg, hanem ugye itt több fázisról beszélhetünk, tehát a foglalkoztatási jogviszony létrejöttét megelőzően, és itt nagyon sok esetben már az álláshirdetések, az állásinterjúk, tehát tulajdonképpen őket már nagyon sok esetben itt éri hátrányos megkülönböztetés. Aztán ugye a következő fázis, amikor konkrétan a munkavállalás, illetve a foglalkoztatási jogviszony időtartama alatt, illetve hát a megszüntetéssel is sok esetben kapcsolatba hozható egy-egy védett tulajdonság. Ez a panasz is az Egyenlő Bánásmód Hatóság központjába jutott. A továbbiakban ugyanis már a szervezet jár el ingyenesen az ügyben. A cél, hogy a felek egyességet kössenek, de elrendelhető a jogsértő állapot megszüntetése is. Végső esetben pedig 50 ezertől 6 millió forintig terjedő pénzbírság is kiszabható. Immáron bizonyos, megmérgezték azt a rókát, amelynek teteméből 3 rétisas is falatozott. Az izomgörcsöt kapott madarakat Somogyszentpál határában találták meg még 2 héttel ezelőtt. Egy azonnal elpusztult, 2 kórházba szállítottak, ám közülük is csupán 1 élte túl az esetet. 18 napja találtak rá a 3 idegméreggel fertőzött rétisasra Somogyszentpál határában. Az egyik madár már nem élt, amikor egy vadász rájuk talált, de 2 kórházba szállítottak. 2 mérgezéses tünetekkel bekerült hozzánk a Fővárosi Állat és Növénykert madármentő állomására. Mindkettő rögtön intenzív kezelés alá került. Az egyik sajnos néhány napon belül elpusztult, a másikat hál' Istennek sikerült megmenteni. Szép lassan oldódtak rajta a mérgezés tünetei. Az egyik szemén megsérült egy kicsit, ezeket is kezeltük. Itt már azt a sast szállítják vissza természetes élőhelyére, amelyik túlélte a mérgezett ebédet. A fokozottan védett ragadozó madár, melynek eszmei értéke 1 millió forint, eleinte igencsak meg volt rémülve, aztán amint hozzászokott a fényhez, elrepült. A madárkórház munkatársa elmondta, semmilyen maradandó károsodást nem szenvedett a madár, s reményeik szerint újra megtalálja helyét eredeti környezetében. A tavalyihoz képest idén akár negyedével is visszaeshet a repcetermés, erre számítanak legalábbis a gazdák. A legtöbb helyen ugyanis az elhúzódó tél és a csapadék miatt nem tudták időben elvégezni a kártevők elleni védekezést. Így kevés az oldalhajtás, amely később a terménymennyiséget is befolyásolja majd. A problémát a csapadék oldhatná meg, annak hatására ugyanis megerősödik a növény. Gyönyörűen virágzik a repcemező csokonya határában, az idei termés azonban várhatóan elmarad a tavalyi évtől, mondja Tóth Gyula. A gazdálkodó arra számít, hogy hektáronként 8-10 mázsával kevesebbet tudnak betakarítani az olajos növényből. Most már azt lehet látni, hogy nem ez annyi termés, mint tavaly volt, levis nálam.
álmodott a termés kiesésen fog lenni az idei év késői lekezelése után, hogy nem tudtam neki megadni a növekedés szabályozást. Azáltal hirtelen felnőtt, a meleg felhúzta magasra, és nincs ódolágazás. A gazdálkodók az elhúzódó tél és a csapadék miatt nem tudták időben elkezdeni a növényvédelmi beavatkozásokat márciusban. Körülbelül 3 héttel csúsztak meg a munkák. Ez meglátszik a repce szárain, amelyeknek jóval vastagabbnak kellene lenniük, mutatja Tóth Gyula. Itt mutatom, hogy az oldalhajtásnak, hogy már innen kéne indulni kifele, hogy ilyen több ácő legyen rajta, mint ami most látszik. De most szerintem itt álmodod, az egy pár marzsa kiesésünk lesz a tavalyhoz képest. A jó időben pedig tovább folytatódik a munka. Most kéne neki adni a még kimérőbb egyszerrel a virágvédelmet a fénybugár ellen, és a bácévédelem rá, hogy ne támadja meg semmi, hogy a termésünket el ne vigye, ha már egyszer az időjárás elvitte, hogy nem tudott eléggé szépen itt a bácők oldal irányba elágazni a repce, akkor legalább megvédjük a virágzást. A gazdák abban bíznak, pár nap múlva újra lesz egy kis égi áldás, amely segíti bemosni a vegyszereket a talajba, így a növények megerősödhetnek és tovább fejlődhetnek majd. Tanulók rohamára számítanak az iskola szövetkezetek, egyre kaposabb ugyanis a nyári munka a diákok körében, tudtuk meg az egyik munka közvetítőtől. A fiatalok érdeklődésre a hallgatói szerződések bevezetése is a diákhitelek miatt fokozottabb, legalábbis ezt vélelmezik. Kukorica címerezésre is várják a fiatal munkaerőt, de tolmácsként is el lehet helyezkedni a nyárra, akár 1000-1200 forintos órabérért. Kukorica címerezés és adminisztratív munka. Ezek közül is választhatnak a fiatalok a kaposvári iskola szövetkezeteknél. Ez a két diák mindkét munka lehetőséget kipróbálta már, ahogy mondják, muszáj volt, azért, hogy a tanulmányaikat fizetni tudják. Abban mindenki egyetért, hogy megéri diák munkát vállalni. Pár napot voltam kint kukorica címerezésen. Hogy tetszett és mennyit kaptál érte? Hát nem tetszett nagyon, fogjuk rá egész jól. Megéri. Mindenképpen. És igazából ez attól függ, hogy mennyi időm van elmenni dolgozni. De igen. Hogyha most elmegy egy hétre az ember, akkor is már egész jól keres. Ennél a kaposvári diák munka közvetítőnél tavaly 2000-en vállaltak nyári munkát. Idén még nagyobb dömpingre számítanak a hallgatói szerződések bevezetése és a diákhitel népszerűsége miatt, mondta az iskola szövetkezet vezetője. További változást jelent, hogy idén az órabérek is emelkednek. Ami magasabb, az a nyelvigényes munkák, recepciósok, tolmácsok, hosteszek, ők 1000-1200 forintot is meg tudnak keresni óránként, illetve a szaktudást igénylő munkák, a felszolgálók, illetve a szakácsok, ahol még többet tudunk fizetni, a 600-800 forintig körülbelül. A szövetkezet a Balatonparton is segíti a fiatalok elhelyezkedését, nyaranta éttermekbe közvetítik ki a legtöbb munkakeresőt, mondta Dakó Roland. Össze kell tehát szednie magukat azoknak a fiataloknak, akik tavaly csak önköltséges szakra nyertek felvételt. A Kaposvári Egyetemen a kikereskedelem és marketing vagy pénzügyi és számvitel szakon tanul költségtérítésen 150 000 forintot fizet fél évenként. A művészeti karon az önköltség 275 és 500 ezer forint között mozog. Tehát 25 és 58 ezer forint között kell a diákoknak keresniük havonta, ez akár napi 6-8 órás munkát is jelenthet. Ennyi fért e heti krónikánkba. Nézzük még egyszer a főbb témákat röviden. Barcsig ér majd az autópálya, az itteni útfejlesztésről is tárgyalt a kormány. Nincs narcisz, amióta nem kaszálhatják a basakertet, idén is megünnepelték a tavaszi nyitányt Babócsán. Szezont kezd a strandfürdő, új belépőkkel csábítják a családokat, sok ingyenes program lesz az idén. Már az ég felé néz a májusfa, a helyi szervezetek uralták idén a majálist. Negyedével kevesebb repce is lehet, a belvíz miatt nem tudták írtani a kártevőket. Támogatja a rezsicsökkentést a megye, a szocialista politikusok inkább részt sem vettek a tanácskozáson. Rohan van a diák munkákért, sok tanulót keresnek, de válogatnak a balatoni munkákra is.
Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. A kapcsolatot a már megszokott barcskukat@somogytv.hu címen vehetik fel szerkesztőségünkkel e-mailben. Telefonon pedig a képernyő alján is látható 0670-967-86-07-es számon várjuk hívásaikat. Tartsanak velünk, egy hét múlva is friss kiadással jelentkezik a Hírhét. Addig is viszontlátásra! Megérkeztek a Gömboptikába a 2013-as év legújabb napszemüvegei. Police, Roberto Cavalli, Rudy Project, Ozzy. Világmárkák kedvező áron. Közel 1000 féle napszemüvegből választhatsz üzletünkben. Gömboptika, Kaposvár, Teleki utca 8. Szia, még úton vagyok, de nem sokára ott vagyok. Jó reggelt! Én is épp hívni akartalak. Minden helyzetre találsz jó párosítást a McReggeli 1 meg 1-jel. Válassz egyet 6 termék közül a kis forró italod mellé most csak 400 forintért. Egész évben Kaposvárunk. Új 83 mm-es beépítési mélységű, középtömítéses profilrendszert adunk a tavalyi 74 mm-es áráért. Ez egy zseniális mix. Gábor Ablak BT, Kaposvár, Kanizsai utca 56. Minőségi, egyedi bútorra vágyik? A Bútorország Kft. Több évtizedes tapasztalatával valóra váltja álmai. Legyen szó nappali, konyha, fürdőszoba bútorról, lakó vagy üzleti berendezésekről, rusztikus vagy modern stílusban. A Bútorország Kft. A helyszínen méri fel igényeit, árajánlatot készít, megvalósítja majd beszereli álmai bútorát. Minőség kedvező áron. Bútorország Kft. Az ön igényeihez szabjuk bútorát. Érdeklődjön telefonon vagy e-mailben, és tekintse meg weboldalunkat. Ha önnek fogyasztói jogvitája van, és elkívánja kerülni a bírósági eljárást, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület gyors, olcsó és hatékony vitarendező fórum, ahol a bírósági eljárásnál egyszerűbben intézheti áruk és szolgáltatások minőségével kapcsolatos reklamációit. Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, Skikszékház 7400 Kaposvár, Anna utca 6 első emelet, telefon 82 501 000. Gyors étterem a belvárosban, házias ételekre vágyik, kevés az ideje, olcsón szeretne ebédelni? A megoldás a Széchenyi Gyors Étterem. Délelőtt 11-től délután 3-ig kész ételek, főzelékek, tészták, frissen sültek széles választékával várjuk Önt Kaposvár szívében. Telefonon és online is megrendelheti ebédjét vagy pizzáját. Széchenyi Gyors Étterem és Pizza Prégó egy helyen. Utazom Barcsról, Nagyatádról, Marcaliból és Lengyeltótiból gyorsan, kényelmesen Budapestre a Dráva Expresszel. A Kaposvalánt magas komfortfokozatú, minden igényt kielégítő járataira a menetjegy már 30 nappal az utazás megkezdése előtt megváltható a kaposvári és a budapesti autóbusz állomásokon, valamint a www.volánbusz.hu internetes oldalon. Kaposvalán, velünk jó úton jár! Ha él az ön környezetében érdekes ember, ismer olyan valakit, aki hobbija vagy éppen munkája miatt igazi unikumnak számít, írja meg nekünk. Címünk Somogy Televízió, 7400 Kaposvár, Csokonai utca 3. E-mail címünk info@somogytv.hu. Ha kultúra, akkor motto. Kiállítások, koncertek, színház, művészek, könyvbemutatók, zene és tánc.
Kíváncsi arra, hol és milyen kulturális események várják a megyében, valamint a régióban. Mit gondolnak a hozzáértők a kultúra mindennapjairól? Tartson az velünk, nézzék a Mottót minden héten, csütörtök este a Somogy Televízió műsorán.